Hello, sziasztok! Először is köszönöm szépen, hogy az előző tutoriáljaimot ilyen sokan megnéztétek, és íme a rád gondolok és a sírás folytogat. Gyertek, tanuljuk meg együtt! Az előző videó után rengeteg üzenet érkezett, azzal kapcsolatban, hogy küldjem át a dalnak a zongorakottáját. Viszont ezeket a dalokat nem zongorakottából szokás játszani, hanem akkordos kották után a dal akkordkottáját a YouTube-os videó alatti linken találjátok. Az akkordokat megtanuljuk, azokat felbontjuk, vagy egyszerűen lefogjuk, vagy éppen kísérlet automatikával játszodjuk. Úgyhogy ezért teljesen változó, hogy ki hogyan adja elő azt a bizonyos dalt. Tanulásra fel! Itt is vagyunk a zongora mellett. Tudnotok kell, hogy ezeket a dalokat én magam akkordoztam ki, tehát az én szájam íze szerint vannak harmonizálva. A bejátszást azt ugye D-durral kezdtem. La, re, fa, diez. Tehát A, D és fisz. Utána jön egy A-dur, tehát A, E, itt megint át fogok, és a do-diezt alul, tehát a cisszet. Utána G-dur, alul pedig G-per A, tehát átléptem az A-ra, és jön, marad az A, és bejön egy olyan akkord, hogy cisz szükített, do-diez, mi, szól és si bemol, ami megfordítva úgy néz ki, hogy szól, si bemol, do diez, mi. Jó? Tehát így néz ki a bejátszás. És akkor jön a szakasz, D-durral kezdünk, rád gondolok, és a utána lejövünk megint az A-dur per ciszre, folytogat, a H-molban ugye H, D, fisz, vagyis si, re, fa, diez. Igen, és becsukom szemem még, látomnál átlépek D-durra, lá hanggal, arcomat és G-dur. Hallom a hangod, lejöttem a fiszre, bal kézbe, felül pedig marad a D-dur, csak most már nem játszom úgy, hogy A, D és fisz, azért, hogy a fisszet ne duplázzam. Éppen ezért van egy olyan szabály, hogy az akkordoknak az alaphangját, ugye az alaphang a re hang, vagyis a D, illetve a kvintje az az A hang, vagyis a lá, tehát alapot vagy kvintet duplázhatunk, de tercet viszont, illetve szeptimet nem. Tehát ebben ugye terc szerepelne, hogyha így fogom, és így nem szép, viszont így duplázom meg, és akkor semmi gond nem lesz, tehát a hallom a hangodnál vagyok, D per fisz van benne, és érzem az illatodnál, átlépek az E hangra bal kézzel, marad a G-dur, illatod, és utána A, és megint az a gyönyörű szép cisz szükített, vagy úgy is mondhatnám, hogy G szükített A alappal. Úgy, mintha még mindig ismétlés, arabod vagyok, az emlékek még mindig magukhoz láncolnak, fogva tartanak, s a múlthoz kötnek. Mintha még mindig itt lennél, arab, itt is vigyázunk az A-percisnél, hogy ne ismétlődjön az alap a do-dieznél, hámul, utána D-dur per A, G-dur, fogva tartanak, s a múlthoz. Utána megint ugye jön az a G dur felül és alul az E hang, kötnek, egyből A szeptim, ami A, cisz, E és G, és akkor megint bejön ez a gyönyörű akkordunk, jön a refrén, G durral kezdődik, próbálok szabadulni és eltépni, itt marad a bal kézbe a G hang, de jobb kéz lefogja az A durt, ami lá, tehát A, cisz, E. Van egy ilyen szép akkordunk, utána van egy fisz hetes, vagy gesz hetes, attól függ, hogy hogyan értelmezzük. Tehát a fisz hetes az áll fiszből, aizból, cizből és éből, úgy, és feledni, hogy mennyire, itten megint hámul van, tehát H, D, fisz és A, mennyire szerettelek, G-dur,
feledni, hogy a sebek még sajogva égnek. Itt van egy A-dur septim, A-dur 7 per G, ami ugye az A-dur az A, cis, E, és septimmel G hang, alul is bejön a G hang. Jó, egyből át is léptünk, van a fisz, 7-es, és hogy nélküled végtelenül üresek a nappalok, az émul, az ál, E, G, H, és a septim az a, az a D hang. Itt most ebben az esetben megfordítottam, ide lennebb hoztam, vagy akár még lennebb, tehát lehet forgatni az akkordokat, hogy szeretnénk. Nappalok s az éjjel, megint bejön a D per fisz, mert feledni émul hét, úgy, hogy tudlak, itt egy E-dur septim van, ugye az E-dur az E, gis és H, és a septimje az a re hang, hogy tudlak, bejön az A és felül az E-mol septim. Én, és megint ez a G szükített per A, megjön a másik szakasz, rád gondolok, és a sírás folytogat. Szeretném újra simogatni arcodat, szeretném újra fogni a két kezed. Mintha stb. Stb. Utána jön a refrén megint, és a legvégén van egy kiállás, már nem kellene sírni, de erősebb a fájdalom rész. Az szintén G-durral kezdődik. Azért fogom amúgy az akkordokat itt lennebb, tehát nem itt alaphelyzetben, vagy akár a második megfordításban, mert ezen a, ez a dó környékén, hogyha fogom az akkordokat, tehát a közép-dó környékén, sokkal jobban szól. Tehát, hogyha egy G-durt így fogok le, illetve akár így, de ebben a magasságban jobban szól, mint ebben a magasságban. Tehát nem kellene sírni G-dur, tehát G, H és D. Utána D per fisz megint, erősebb a fájdalom. Ezeket már láttuk, ezeket az akkordokat, azért nem magyarázom el. Jön a D-dur, a fájdalom, reménykedve alszom el. Itt is vigyázni kell, ez lenne a helyes fogása a G per H-nak. Tehát, hogy a H hangot nem ismételjük, mert az terc. Alszom el, jobb lesz majd a holnapom, tehát C per A, utána G per D, a C per A is úgy fogtam le, hogy G, C és A, és alul pedig G, C és E, alul pedig A. Úgy, aztán jön a D per G, itt nyugodtan lehet fogni ebben a fogásban, mert a D az ugye a G-durnak a kvintje, tehát a kvintet azt meg lehet ismételni. Úgy, megint jön a G-dur, mert nekem nem jutott már más, csak a fájdalom és a bús magány. Itt is jön a G per H, ez lesz az A-mol 7, tehát A, C, E és G, és utána megint H-dur. Jó, ha nem kellene sírni, az ugyanez ismétlődik akkordokba, és körülbelül ennyi, amennyit el tudok erről a dalról mondani. Nem egy könnyű dal, és ha valaki meg szeretné tanulni, akkor bizza oda kell tegye magát, mert vannak benne, látjátok, elég komplikált akkordok. Jó tanulást, jó szórakozást!